Mosonmagyaróvártól elszenvedett 3-1-es hazai vereség után azzal a céllal utaztak Siófokra a kisvárdaiak, hogy pótolják az elvesztett pontokat. A hazaiak 3-1 egymás utáni vereséget követően nagyon megerősítették hátsó alakzatukat, és mivel a vendégek is ügyeltek a biztonságra, viszonylag ritkán forogtak veszélyben a kapuk. Ennek ellenére nem volt unalmas a mérkőzés, akadtak helyzetek mindkét oldalon, de mivel azok kimaradtak, mindkét csapat egy pontot könyvelhetett el a neve mellett. Maximálisan elégedett vagyok az X-el. Játékban talán többek voltunk, mint a Siófok. Nagyon jó hozzáállást tanúsított a csapat, viszont az ellenfélről is ugyanez elmondható. Nagyon agresszíven játszottak. Több olyan párharc volt, amely az utóbbi időben nem volt jellemző rá a mérkőzésekre. És mindenképpen szerettük volna megszerezni a győztes találatot, de azt gondolom, hogy abban a állapotban voltak most a játékosok a 3-1 után, amely ezt nem tette lehetővé. Talán a görcsösség érződött, és néhány olyan helyzetünk volt, amelyeket illetve volna gól váltani, de emiatt nem sikerült. Hozzáteszem, hogy volt a Siófoknak is. Első fél időben volt egy nagyon szép Iváncsis védés, és összességében elégedettek lettünk. Külső szemlélőknek biztosan egy jó, nagyon jó mérkőzés volt. A kisvárdaiak középpályása Fodor András szerint tipikus egygólos meccset játszottak, amelyik csapat gólt szerzett volna, az meg is nyeri a mérkőzést. Nyerni szerettünk volna mindenképpen Siófokon. Ezért meg is tettünk mindent, úgy gondolom. A srácok jó harcoltak, igaz, én csereként szártam be, de próbáltam a legjobbat nyújtani. Cseri Tominak akadt egy nagyon nagy helyzet, amit sajnos nem sikerült neki gólra váltani. Talán az, hogyha bemegy, akkor ezen a mérkőzésen egy 1-0-ba be tudtuk volna ezt a mérkőzést húzni. A forduló további eredményei a következők: Nyíregyháza Spartakusz Puskás Akadémia 0-2, Cegléd Budaörs 3-0, Vác Szeged 1-0, Grosics Akadémia Soroksár 1-2, Dorog Szolnok 1-0, Mosonmagyaróvár Sopron 1-1, Csákvár Cigánd 1-1, Balmazújváros Kozár Misleny 1-0 és Zalaegerszeg Békés Csaba 2-2. A tabella élén a 29 pontos Balmazújváros áll, megelőzve az egyaránt 25 pontos Kisvárdát és Puskás Akadémiát. A Kisvárda a következő fordulóban a 8. helyezett Nyíregyháza Spartakusz fogadja.